Punzs Robert vagyok, az Allianz kárrendezési igazgatója. Sándor Péter vagyok, jelenleg tanuló. Pár hónapja történt velem egy elég rossz eset, amikor jégeső során sérült az ablakom, de az volt a szerencsém, hogy kiterjed erre a biztosításom. Harba Gábornak hívnak, zugdóban élek, körülbelül 2-3 éve vettem ott lakást. Tavaly decemberben történt egy káreset, egy vízvezeték ugye elrepett a falban, elkezdett beázni a lakás. Kiderült az, hogy sajnos, mivel a lakásnak nincs biztosítása, ezért a teljes feltárási és javítási költséget azt önerőből kell állni. Manapság most már mindenki gyorsan akar túlesni mindenen, főleg, hogyha egy kár rendezéséről, vagy akár a kárnak csak a bejelentéséről van szó, ami egy érthető ügyféligény. Kárbejelentés során sokszor, amikor meg kell adni az információkat a kárral kapcsolatban, akkor fel kell idézni, hogy mi történt, részletes információkat kell adni. Ebben mi azt látjuk, hogy az ügyfelek oldaláról az az igény keletkezett az elmúlt időszakban, hogy ezen minél hamarabb túlessünk, segítsük át őket a folyamaton, és ne kelljen ezzel sokáig bajlódniuk. Sajnos a munkálatok meg az egész szituáció nagyon kényelmetlen volt és hosszadalmas, mert több szakembert is meg kellett kérdezni azzal kapcsolatban, hogy ez mégis mennyi időt és mennyi pénzt fog felemészteni, mert mivel a ház nem foglalkozott ezután ezzel a dologgal, nekem pedig a fürdőszoba használhatatlanná vált, ezért saját önköltségen és önidőből kellett az egészet megoldanom. Ha tudtam volna, hogy ez ennyi időbe és ennyi anyagi megterhelésbe kerül, akkor biztos, hogy kötöttem volna a biztosítást. Úgy adódott, hogy a kár bejelentése az telefonon ment végbe, egészen az ügyintézéstől a kifizetésig. Ami gördülékeny volt, de egy kicsit frusztrált engem, hiszen én azt szoktam meg, hogy online intézem az ügyeimet. Amit bevezettünk, ez az új kárbejelentési portál, ez erre az igényre adott választ. Tulajdonképpen pillanatok alatt nagyon kevés információ megadásával be lehet jelenteni a károkat, később pedig a kárstátuszt követő alkalmazással folyamatosan informáljuk az ügyfeleket arról, hogy hogy áll a kárrendezés. A kárbejelentés után lehetőség van arra, hogy egy távoli kárszemle keretében a saját maga az ügyfél feltöltse a szükséges fotókat, illetve a megfelelő dokumentumokat, amiket bekérünk a kárrendezéshez. Miután ez megtörténik, és minden dokumentum rendelkezésre áll ebben az applikációban a kárszakértők számára, akkor rövid időn belül egy egyességi ajánlattal keressük meg az ügyfelet, ugyancsak az applikáción keresztül, amit egy gombnyomással elfogadhat, később megadhatja a számlaadatokat, bankszámlaadatokat, hogy hova kéri az összeget. Ezt egy SMS autentikációval validáljuk is, hogy biztos, hogy ő kapja meg mi folyamatunkkal kapcsolatban, illetve hát a partnerekkel kapcsolatban is jönnek olyan visszajelzések, amiket egyszerűen nem is az, hogy kénytelenek vagyunk, hanem örömmel fogadunk, mert tudjuk, hogy meg tudjuk találni azokat a pontokat, ahol javítani tudjuk a szolgáltatást.